az volt itt az előbb a kérdés, ugye, hogy mitől van valakinek hányás, fosás, hasmenéses tünete. Hát először is a hasmenés az egy BL külön programnak a tünete. Hogyan függ össze a hányás, fosás, hasmenés? Úgy, hogy ezek a jelenségek mind agytörzsi külön programnak a velejárói. Ez azt jelenti, hogy ha valakinek egy falat konfliktusa van, és ez az agytörzsben okozott léziót, a megoldás utáni szakaszban helyreállítás történik agyi és szervi szinten is, az agytörzsben is megjelenik a duzzanat, és ennek a duzzanatnak a velejárója a rossz közérzet, a kábaság, koncentrációs nehézség, és amikor a gyógyulási folyamat közepén tetőzik az agyunkban az ödéma, amikor a legnagyobb kiterjedésű, akkor rájön az emberre a hányás, a hányinger. Azért szeretném ezt így kihangsúlyozni, hogy a hányinger az ödémás agyi gócoknak a tünete, mert ez egy általános jelenség. Hogyha valakinek hányingere van, ez azt jelenti, hogy éppen tetőzik a krízise, és azért tudunk olyan jó ízűeket hányni az epileptoid krízis második felében, mert még a gyomor tartalmon, vagy a gyomor mirigyszövetein keresztül is kiüríti a szervezet az ödémákat. Tehát azért van a hányás, hogy folyadéktól szabaduljon meg az ember. De ezt bárki észreveheti, hogy a hányás előtt órákon keresztül nem ivott semmi folyadékot, és mégis sokat hány. Van úgy, hogy tegnap este evett valamit az illető, és másnap, amikor rájön ez a hányási roham, a tegnapi kajamaradékok vannak bőséges folyadékkal kiürítve. Tehát ez nem más, mint a szervezetünk az agyból és a szervről is úgy üríti ki az ödémát, hogy hányással szabadul meg tőle. Ez a lényeges dolog, tehát, hogy a hányástól nem kell megijedni. A hányás az egy természetes jelenség, ami arra enged következtetni, hogy valakinek agytörzsi vagy az agyban különböző helyen duzzanatai, ödémái vannak. Elég sok agyi gombóctól lehet valakinek hányási rohama, most ebben nem mennék bele. A legjellemzőbb és a leglátványosabb hányási rohamok az agytörzsi falat konfliktusoknál jelennek meg. Tehát falat bekebelezés és falat kiadási konfliktus. Akit ez részletesebben érdekel, hogy ez mi lehet, javaslom alaposan olvasson utána a Szerv Atlaszba. A hasmenés pedig az meg a beleknek a külön programjánál jelentkezik. Tehát kifejezetten hasmenés jellegű tünet, amikor az embernek a híg széklete szabályosan így tódul ki az emberből, akkor az a bélcsatornában lévő daganat elbontási váladékoknak a kipucolása. Tehát nem véletlen az, amiért annyira híg a béltartalom, mert ez egy tisztulási folyamat. Ez is a hányás is, a hasmenés is, mind a megoldás utáni szakasznak a tünetei. Alapvetően jó jelek, nyilván, hogyha valakinek már egy hete tart a hasmenése, arra rá kell nézni, hogy miből fakad az a hasmenés és milyen külön programja van, mindenféle pánikolás nélkül, de ezek mind-mind annak a jelei, hogy az illetőnek volt egy falat konfliktusa, amit megoldott, most a megoldás utáni szakaszban van, krízisben, és ezért jön rá a hányási roham, meg a hasmenés. A hasmenést gyakran kísérik bélgörcsök is. Hangsúlyozom, hogy a hasmenés és a bélgörcsök, az a belek helyreállítási szakaszának velejáró tünetei. Az nem csak az epileptoid krízisben jelentkezik, az az A és a B utószakaszban is jelentkezhet. A görcsök minden esetre a krízis idején a legerősebbek. Ha valaki ezeket jól ismeri, akkor jól és gyorsan tudja magát hova tenni, hogy na most éppen mi történik, most hogy vagyok, na mi volt az a konfliktus, oké, megoldottam, nem esünk bele vissza, átvészeljük a kellemetlen megoldás utáni tüneteket, és utána pedig élünk boldogan.